Na, sziasztok, itt Nexus, és egy kicsit megkésve ugyan, de itt vagyunk a GTA G-Tony folytatásában. Amit el akartam mondani, hogy ugye rengeteg komment jött mindenkitől, meg segítség, közben engem meg elütnek, hogy ezeket nagyon szépen köszönöm. Többek között ez a ruhavásárlás volt az érdekes. Meg egy-két missziónak a segítsége, meg autók, meg ilyen-olyan kisebb segítségek. Hogy... ez kb. Egy negyedik, ötödik rész körül kezdődhetett el. És az volt a probléma, hogy én a 12. részig, vagy meddig töltöttem fel kb. A részeket már. 11. részig, nem tudom pontosan. Tehát jó előre föl voltak töltve ezek a részek. És ugye minden nap publikáltam egy-egy részt, és tehát így nem volt napra kész a videó, mert közben csináljunk egy küldetést. Parti csaj, azt hiszem ez buktam el, azt hiszem ezen kellett táncolni a parketten. Most lehet, hogy gondba leszek, mert itt sem emlékszem pontosan, mert ezt írtátok, hogy mit kell nyomni, de lehet, hogy csak figyelmesebben el kéne olvasnom a segítséget, amit ír. Hoppá. Na, úgyhogy olvasom én a kommenteket, meg úgy csinálom, hogy mondjátok, csak ebből azokból kifolyólag nem tudtam pontosan követni. Csak a későbbi részekben sikerült ezt megtalálni. Jaj, megint végig kell sétálni, de én leugrok valakinek a nyakába. Sorry. Menjetek már innen. Jaj, Istenem. Még korán van nagyon. Hát ott muszáj, mert ugye tegnap megértem a videót, és legyen mindenre idő. Na, ne csesszük el, mit kell nyomni, menjetek már innen. Mindjárt ezt is kicérnégyezem. Mit kell nyomni, ezt olyan bal shift, hogy elkezdtem szólni. Ja, igen, nyomokatni kell. Hát bazd meg, mit nyomok bal shiftet? Lehet, hogy itt most kéne nyomni? Ez a szar misszió. Öcsém. Mindjárt lökapom meg a C4-et? Basszátok meg! Hogy itt nem lehet rendesen táncolni? Mit akarsz itt? Bazd meg! Kurványátokat! Na! Még egy ilyen rakásszart klubot se láttam még. Egy csajt se lehet felszedni, basszátok meg! Ó, volt nálam egy cél, így nem baj. Azt még a buzibára tartogatjuk, mert támadt egy remek kis ötletem, hogy hogyan lehet azokat kinyírni. Mi ez? Tony, nem sikerült, de nem is akarom újra csinálni, hagyjuk, anyagoljuk ezt a küldetést, mert az lesz a vége, hogy ki fog örülni ez a klub. Annyi haláleset történik, megint kinyírtam vagy 40 embert. És kurvára üldöznek. Kettes csillag, nem is olyan vészes ahhoz képest, hogy ilyen tömeggyilkosságot sikerült intéznem. Ahhoz képest egészen lazán veszik. Ne, bazd meg! Ne lőjetek! Gyerünk! Na, ne, állj meg te szemét! Nézz oda! Én nem csináltam semmit! Most már kurvára elkötök egy autót. Na, gyerünk már! Ó, öcsém, az bazd megvannak, mire kiszállítja. Rohadjatok meg! Mocskos szemetek!
Én nem csináltam semmit. Ja, amúgy készülnek a... jó, most már igen. Tehát nem csak egy több ilyen videó is készül. Stunt videó is, meg egy másik, amit most így nem mondok el, de a Facebook oldalon már egyszer kiírtam, hogy ilyen videók lesznek, csak ezek sajnos késnek. Ilyen-olyan okok miatt. Már most elég sok mindenen dolgozunk, ugye a Chaoscraft hamarosan indul a Minecraft szerverünk, majd ebből is lesznek sorozatok, meg lehet majd jönni, egyébként építünk majd közösen. Ezeknek a leírását azért ki fogom rakni, hát ha érdekel benneteket a dolog. Egy ilyen sajátos kis Minecraft közösséget próbálunk kialakítani, mert mindaz, ami a YouTube-on folyik, meg mindenhonnan az a szarkeverés, ez abból nekünk elegünk lett, úgyhogy mi Blurrel azért is dolgozunk együtt, mert mi ketten jól megértjük egymást, és ugyanazokat a szemléleteket valljuk. Ennek beleráztam a rendőröket. Hát Tonyhoz most nem fogunk visszamenni. Ja igen, meg volt egy olyan komment is, hogy ha ezeket a drogháborús missziókat csinálom, akkor sokáig fog tartani a sorozat, de erre meg rá valaki válaszolta, hogy ez annyira nem probléma, és szerintem sem probléma, mert egyébként nem olyan rosszak ezek a küldetések, csak egy kicsit egyszerűek. Meg ezt a bázisugrást is lehet, hogy ki fogom majd próbálni valamikor, mert az is van egy rakat. Aztán úgy határoztam, ha ti is benne vagytok, hogy ezt a másik fajta részét, ezt a Lost, mit tudom én miért is végigjátszhatom, mert úgy tűnik akkor ez rövid lesz a nyárra, és akkor majd szeptemberben, remélhetőleg, ha PC-el is kijön a GTA 5, akkor azzal tudom folytatni. És akkor mindenki elégedett lesz, meg lesz elég sok GTA rész az elkövetkezendő időkben. Aztán lesznek még multiplayer részek is, ezt már többiekkel sikerült megtárgyalni, hogy mikor és hogy milyen fajta, egy kicsit újítunk majd. A rádiót ezt kinyomom, ne nyavajogjon itt nekem. Tehát fogunk majd extra elemeket emelni majd a multiplayeres részekben, leginkább szórakoztatás céljából lesz majd ez fontos. Úgyhogy újdonságokra lehet majd ott is számítani. Akkor mi az, amit még el akarok mondani? Hát ugye most van 390 Facebook like a hivatalos oldalamon. Ez valószínűleg, hogyha majd eléri az 500-at, akkor lesz egy ilyen giveaway. Van nekem egy-két Steam-es accountom, amin van. Hát ott némelyiken értékesebb játékok vannak, némelyiket nem olyan értékesek, de hát végül is ingyen van, de akárki megnyerheti majd. Ezeket majd azok nyerhetik meg, majd lájkolják a Facebook oldalunkat. Így azért mi is kapjunk valamit cserébe. Mert hát azért rengeteget dolgozunk, mind a Minecraft szerver, ami szintén csak értetek lesz. Szintén a videókkal rengeteget bajlódunk. Ami végül is annyira nem bajlódás, mert ez a hobbim. Meg ez a hobbim, ezt szeretjük csinálni. De azért, hogy látszólag is működjön ez a dolog, és hogy látszólag is növeljük egy kicsit a vonalat, meg a közösséget, azért ez visszajelzésnek tökéletes lesz, hogyha ti lájkoltok minket a Facebook oldalunkat, kommentelgettek, stb. Na nézz oda! Tyson Tata. Chase point when you are ready. Engage. Baszki, az az autó. Eléggé megy. Na úgyhogy kb. Mindent elmondtam, majd a Chaoscraftot, meg a saját Facebookomat is, meg minden szart be fogok linkelni. Ugye van a Steam-es grupom is, amiben már ugye elég sokan beléptetek, aminek eléggé örültem. Meg LoL-ba is voltak már közös játékok, nem is egy
leginkább aram, mert volt normál játék is, de leginkább aram, mindenki aramozni akar. Hát nekem aztán mindegy, hogy mit megyünk játszani, amit ti akartok, meg az is mindegy, ki egyes szintű, meg ki az, aki most kezdte, meg ki az, aki már veterán, meg mit tudom én, nekem ezek ilyenek nem számítanak, csak is értetek van, tudjunk együtt játszani. Basszus, milyen forgalom van. Ja, itt fizetni kéne. Bassza meg. Tehát most így jött ki. Megpróbáltam lekocsolni a falat, hogy ne legyen gond. Na itt jók leszünk, itt le fogom tudni rázni őket. Ez a hülye, az pont a másik irányba megy. Na. Fordulunk és megyünk tovább. Ugye GTA a stunt videóból legyen, hogy hosszabbat ígértem, de nem merek semmit mondani, mert rengeteg időt felemészt maga a szerkesztés, az effektezés, magukat a stuntokat megcsinálni, felvenni, hát az még a rövidebb szakasza, de ugye a kamerállásokat is én szoktam beállítani az editor segítségével, a videóeditor segítségével. És ezek azért nem olyan rövidke dolgok. Tudti valami csetepaté lesz itt is. Basszus. De miért ezt a fegyvert használom? Mondjuk elég erős ezt, hogy pillanatokat lebont itt mindent, figyelj. Kilőttem a fedezékét. Na, állj már meg. Basszus. Ez nem viccel. Honnan lőtte azt? Ott van fönt. Nekem is van basszus. Ezért lőben meg az a... LOL, lepattant az oszlopról, vagy mi a szar? Na jó, de valami más fegyver kell még, miatt kilő minket. Na most már remélem sikerült kinyírni. Hát a bazd meg! Menj már fedezékbe! Szerencsétlenkedek, nem tudom kivenni az RPG-st. Nem olyan, most már meghalt. Oké. Okay. Jobban kell. Akát jobban szeretem. Te hülye vagy, bazd meg, te engem lősz. Ja. Ez az ellenemben, azt hittem, hogy a haver lő. Mondom, mi baj van ennek? Nem van megoldott a közbe. Ja, megint dobálni kell, hogy mi? Én is vezetek, mi? Elég lazák ezek a küldetések amúgy. Elég közel kell menni, na. Rádobta? Na, ez viszont már elment. Hallottam, hogy koppant.